Nem hinném, hogy nagyot tévednék, amikor az a határozott benyomásom támad, hogy önök itt valamennyien jelentős mértékben ittas állapotban leletek. Mit mond? Azt mondja, be vagyunk rúgva. Rosszul esik, hogy éppen ő mondja. Igenis, van mi róluk, akik mindössze három kapuárka pesgőcskét itt. Azt kérem, néha több, mint elég, legalábbis nekem is. Nem valami épületes látvány ilyenkor az ember, megmondom őszintén. Különösen egy olyan ember számára nem, aki színjóza kérem. Ki az, ami gyerek? Én. Most keltem fel az ágyból, amíg semmit sem ittam, kivéve egy pohár uborkalevet. Egy pohárka pes. Köszönöm szépen. Nem, komoly ügyben járok, komoly üzleti ügyben kérem. Eljön az üzlet! Más gyugrika! Itt majom víz! Foglaljunk helyet, Sino úr. Levenni az orrát? Mit mond? Vedd le az orrot! Jaj, tűz! Igazol van, komoly ügyben járik. Énekeljük kisebb az én kedves dalomat. Most gyugrika majom a vízbe. Kápatom én a Balaton. Hát kérem, hogy rövid legyek! Kérem, most elég az hozzá, hogy a mi közkedvelt barátunk, Lucien Ouvrier. Apa, Benek úr, mi van vele? Igen, kérem, a kegyed volt főnökem. Nos, elég az hozzá, hogy érdekeltséget vált egy tűzijátékgyárba, amely érdekeltségből engem kihagyott. Igen, én is imádom a tűzijátékgyárat, de különösen azt a kis pénzt imádtam volna, amit ezzel a tűzijátékgyárral kereshettem volna. És meglehetősen bosszant kérem, hogy a barátok ennyire kisemmizett, éppen ezért egyáltalán nem bánnám, hogyha ezt a tűzijátékgyárat valami nagyon nagy baj érné. Nos, Pierre? Mondok én magának valamit, Sino. Igen. Ahhoz, hogy ott valami kis baj történjen, ugye nem kell semmi más, csak hogy én oda betegyem a lábam, én oda beteszem, és rögtön lesz nagy akkora baj. Vagy akkora baj. És Pierre, beszéljünk meg a részleteket. Jó, de akkor most ne vicceljük el, hanem most nagyon komolyan. Most ugrik a majom a vízbe. Elmegyek én petárdának, kis angyalom. Kérem, ezek teljesen be vannak rúgva. Nem kellene őket lefektetni egy jó sötét szobába? De vigye őket oda! Ajaj, hány szoba van itt ezen kívül? Még egy, meg egy fürdő! Ja, az nem jó, őket nem lehet egy szobába fektetni, nem, de már? De lehet, nyugodtan. Két hete házasok, aludni fognak. Aha! Megbocsát, ha őt magammal viszem, ugye? Elnézést!
Igen, én vagyok. Hogy kerül ide? Sajnos gyalog. A kocsim éppen most mondta fel a szolgálatot egy kicsit. Ki is fulladtam. Szabad egy pillanatra leülni? Igen. Bocsánat, félök utam. Az történt, hogy nekem van egy kis rendetlenségem, mert a vendégségem miatt van ez a rendetlenség. A vendégségem miatt van rendetlenségem. Ez milyen stílus, kérem? Ezt tanulta nálam a levelezés. Nem vagyok magánál! Sajnos. Én sem vagyok magamnál. Tessék! Egy kicsit bódult vagyok most, hogy újra látom. Hagyjuk, kérem! Hagyjuk ezeket a izéket! Inkább arról beszélje, hogy miről akar itt beszélni. Ne azt kérdezz, hogy miről, hanem hogy kivel. Kivel? Magával. Nem. Hanem egy jó akaró valaki az előbb felhívott engem telefonon. Az valami tévedés, mikor bementek a szobába,